I got some dirty shit to pick up at the Draclina. I got a tidy bitch to pick up, I got Lercelina. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok! Én Norbi vagyok, és most be fogom tenni ezt a kocsit, ami a Dundreary Regina névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát jobban ez a videó egy nézői kérésre teljesül. Szerintem tudja jól, hogy az illető, akire gondolok. És mivel ő hotpinkben kért az egész autót, így minden hotpink lesz az autó. A színtől kezdve minden, amit meg lehet valósítani rajta hotpinkbe. Na, akkor leültetjük. Váltó, turbó. Na, és kap egy jó sportfentőzi, vaduljunk a verdával. Hát egy elsőre nem is tudom, melyik legyen. Ez tökéletes is. Hát nyilván a fel is hotpink lesz. Nem kérdés. És akkor a Gumbifist is, mondjuk ott csak pink van, itt hotpink nincs. Na, és akkor megyünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez az autó. Na, akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Regina. Korábban mentem már itt a Stopforddal, azzal egy 54-3-as kör tudtam menni. Hát itt majd meglátjuk, hogy mit tudunk, de elsőre szerintem nem lesz jobb attól. Hát a gyorsulás, azt mondanom sem kell, hogy nem az igazi. De hát ez nyilván, aki ismeri ezt az autót, az tudja nagyon jól. Hát a végsebessége az sincsen, meg nagyon nincs. Nézzük egy kanyarodást. Ő, hát kanyarodni is eléggé nehezen kanyarodik be. De hát ennek a végsebessége, hát az förtelen. Na, itt a végére már valamennyire kezd elérni a maximumját ez az autó, ami nyilván nagyon kevés. Tehát ez egy ilyen verde, ezt is megnéztük legalább, hogy milyen. És ez egy szép 1 perc 7-es kör lett. Hát ezt mondanom sem kell, hogy semmilyen formában nem ajánlom versenyre. Nyilván hát ez egyértelműen nem jó. Viszont ennyit mondom már ez a videó, ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess a Twitchen. Facebook oldalon mindent lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!